reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t és a Pirkadat című reggeli politikai magazinműsorunkat látják. Emgente Béter vagyok, és már is köszöntöm Gosztonyi Gábort, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De mint tudja, mielőtt belekezdünk, azt is tudnunk kell, hogy milyen napot is írunk ma. Tehát kérem szépen, a Luak, a zsinagógai, a zsidó naptár szerint 5784-et írunk, ijár hó 14. napja van. Ezzel szemben a Gergely naptár úgy szól, hogy 2024. május 22-e szerda, ma Júliák és a Riták ünnepelnek. Nem is tudom, hogy milyen időjárásunk is lesz ma. Lehet eső, de alapjáraton azért 20-22 fok körül várható a maximális hőmérséklet. Készüljünk erre is. És hogy még készüljünk arra is, hogy mi mindent ne lep meg minket a Magyar Nemzeti Bank, a középárfolyamokat, ha nézzük, ha jól látom, akkor 385.91, tehát 385.91-en áll az euró, míg az amerikai dollár 355.12-n. És akkor nézzük is. Van kérdőív, amit most kaptak a pedagógusok. Kitől is kapták? Tegnap este ilyen posztpünkösdben részesültek a pedagógusok, vagy délután kapták. Ez eléggé hajaz egy ilyen nemzeti inzultációra. Ami érdekes, hogy most nem a miniszterelnök, nem a belügyi miniszter, de még csak nem is az oktatási államtitkárságtól, hanem az oktatási hivataltól kapták, ráadásul nem is a Kréta rendszeren keresztül, hanem a saját e-mailükre kaptak egy levelet, amelyben a levél szerint 18 kérdésre kellene válaszolni. Mi összeszámoltuk, be is számoztam, írd és mond 16 van, tehát már itt sánt itt egy kicsit a dolog. Ami érdekes, hogy és egyben felbarult, hogy mennyire lesz ez a válaszadás objektív, beleírták azt, hogy ha több intézményben dolgozik az ember, akkor több kérdévet is kitölthet, ami azért úgy elég érdekes. A másik, hogy egy picivel több időt szoktak hagyni, mint egyébként a jogszabályok véleményezésére, tehát itt nem egy hétvégét kaptak a pedagógusok, hanem egészen június 14-én éjfélig, amit valószínűsítettünk, hogy meg fognak hosszabbítani Bicskéig, tehát gyanítom, hogy ha kevés lesz a szám, akkor ez elmegy majd még egészen, vagy 21-ig, amíg ugye most sikerült a tanévet kitolni, vagy akár június végéig is. Én nem vagyok egy adatvédelmi szakember, ezt azért szögezzük le, de azt gondolom, hogy ha a magán e-mail címükre kapták, vagy az iskola e-mail címükre? Attól függ, ki mit adott meg. Tehát, hogy itt attól függ, hogy az oktatási hivatal felé ki milyen e-mail címet adott meg. Mert azt gondolom, hogy ha egyszer van ez a Kréta rendszer, akkor azon belül kellene ezt az egészet lebonyolítani. Egyébként már azért is, mert az jobban papíron jobban kezelhető. Az az összes adatvédelmi szabálynak megfelel. Meg mégiscsak az a hivatalos. És az a hivatalos, így igaz. Ezért nem értem. Mi sem, nem tudjuk, mert ugye a Krétán keresztül kaptuk koratavasszal miniszterelnök hozsannázó levelét, hogy milyen fantasztikus eredményeket érnek el, hogy az utazási kedvezmények hogy érintik a diákokat is. Tehát ezt nem értjük, ahogy nem értjük egyébként magát a kérdés sort sem, mert többek között az egyik kérdés így bele pacekba a közepén, hogy egy ötfokus skálán mennyire képviselik a pedagógus szakszervezetek az ön érdekeit? Ez egy elég érdekes kérdés, mert hogy ugye a szakszervezetek azok a munkavállalók önkéntes érdekérvényesítés érdekében létrehozott, alulról szerveződő csoportjai, szervezetei. Lehet, hogy eltévesztették, kicsit a Nemzeti Pedagógus Karra akartak utalni, hiszen a Nemzeti Pedagógus Kar az, amit fölülről korporatív módon hoztak létre, törvényereinél fogva kötelező mindenkinek a tagjának lenni. Tehát itt ez egy probléma. A probléma az, hogy ha már itt a adatvédelemnél, egyebeknél tartunk, névtelen, de azért az iskola olmazonosítóját be kell írni. Na most, ez önmagában nem lenne probléma, de olyan kérdések is vannak, hogy teszem föl, vannak-e az öniskolájában előfordul iskolai erőszak, érintettek a tanulók rendszeres alkoholfogyasztásban, egyebekben, tehát olyan válaszokat várnak el, ami adott esetben, ha az igazat írja a pedagógus, és kiderülhet, hogy ki, akkor meg is ütheti a bokát, hiszen jogszabály tiltja azt, hogy az iskoláról és az oktatási rendszerről
rosszat mondjunk. Akkor most itt hogy van? Így nyilván a pedagógusokat nehezebb lesz utolérni, de az önazonosító alapján, hogy az igazgatókat elő fogják tudni varázsolni, és ennyi-bennyit minimum kapnak, vagy beleszámít a teljesítményértékelésükbe, ezt még ugye nyilván nem látjuk tisztán, de mindesetre érdekes kérdések vannak, ahogy egyébként az utolsó kérdés is, nem is értem, hogy hogy kell egy ilyen kérdésbe, hogy foglalkoznak-e a tantestületen belül közösségépítéssel. Szóval, hogy ehhez mi köze van az oktatási hivatalnak, nem tudom. Mi mindesetre azt kérjük a pedagógusokat, hogy aki kitölti, az a szakszereti kérdésre, hát a 4-es, 5-ös nyugodtan írja be, mert azt gondolom, hogy az elmúlt két év permanens tiltakozása és harca mégiscsak meghozta az eredményt. Tehát szerintem igenis a pedagógusok és az oktatásban dolgozók érdekeit képviselik ezek a szakszervezetek. Azt sem tudom, és lehet, hogy megint csak ilyen rémképzeteim vannak, hogy nem lehetséges, hogy ez egy egyfelől egy pótszer, ez a kérdév, másfelől mutathatja azt, hogy az Európai Unió vagy a Monitoring Bizottság felől, hogy mi kérem szépen kommunikálunk a pedagógus társadalommal. Tehát van úgynevezett társadalmi egyeztetés, társadalmi párbeszéd. De biztos, hogy jelenti azt is, és ha végignézzük a kérdéseket, akkor gyaníthatóan ezt a konzervatív fordulatot hivatottak előkészíteni, mert ezért vannak olyan kérdések, amikor arra utalnak például, hogy mennyi időt tölt el adminisztrációval, akkor fontosnak tartja a tanórán a digitális eszközök és tartalmak megjelenítését, szülőkkel milyen kapcsolatokat tart, mit adminisztráció, igen, szokott-e házi feladatot adni a tanulóknak, na és akkor itt jön egy nagyon jó kérdés, a tanórán kívül, de iskolai keretek között megvalósuló foglalkozások során mely területeket tartaná fontosnak a tanulók fejlődése szempontjából? Tán csak nem azt készítik elő, hogy mit ajánlanak majd az önként vállalt ingyen túlmunkára a pedagógusok. Az a baj, hogy mindent föl lehet tételezni erről a kormányzatról, de érdekes módon ezt előtte senki nem hozta nyilvánosságra, nem lehetett különböző jogi fórumokhoz fordulni, hogy hát ez azért ez a kérdőív, ami már gyakorlatilag majd, hogy nem népszavazás szintű, mert igen, nem eldöntendő kérdéseket tartalmaz egy jelentős része. Na mindegy, szóval, hogy ez így érdekes, társszakszervezettel együtt dolgozunk már azon, hogy hát érdeklődünk az OH-nál, hogy ezt kinek az utasítására és milyen célból küldték ki, és főleg mit keres egy ilyen kérdőívben a szakszervezetekről való információ. A másik téma, és gyorsan végig tudjuk még talán beszélni, KSH újabb részleteket közölt. Most kiderült, hogy közel háromszor annyi a 60 év fölötti pedagógus, mint a 30 év alatti, akiknek pár százal emelkedett ugyan a száma, de még mindig nagyon kevés. Most akkor mi történik? Nem tudom. Egyszerre vagyok megdöbbenve, meg vagyunk döbbenve, hogy a KSH ilyen adatokat kimer adni. De ugyanakkor a pedagógusok szakszervezete hosszú-hosszú évek óta hangsúlyozza, hogy nagyon nagy baj van, mert a pedagógus társadalom hihetetlenül elöregedett, és ha azt nézzük, hogy nyugdíj után egyre többen jönnek vissza, nyilván ebben benne van az, hogy a kormány is belátta, hogy ez a 2013-tól életbe lépő intézkedés, hogy a nyugdíjkorhatárt elérve, köszönjük szépen, viszontlátásra, semmi keresnivaló nincs az állami rendszerben a pedagógusnak. Rájöttek, hogy ez egy óriási nagy öngól volt, és ugye most itt először csak egy évre, aztán most már jelenlegi jogszabály szerint mondom azt, hogy határozatlan időre vissza lehet venni a nyugdíjas kollégákat. Nyilván erre azért van szükség, mert a KSH adatok is nagyon jól mutatják, hogy bőven, hát van 6% körül van a fiatal pedagógusok aránya, és amit ugye itt a néhány száz fővel való növekedés mutat, és azt mondta, hogy hányan helyezkednek el. Arról már nem szól a fáma, hogy mondjuk az első 2 vagy 5 évben mennyien maradnak. Úgyhogy itt azért érdekes adatok vannak. Ezért mondtuk, hogy ha nincsen sürgős intézkedés, akkor komoly problémák lesznek. Az első lépés megtörtént, hiszen most végre egy jelentős és tényleg zsebben érezhető béremelést kaptak az oktatásban dolgozók. Nagyon reméljük, hogy a
két fél, tehát az Európai Bizottság és a magyar kormány által aláírt megállapodásnak megfelelően egyrészt még ősszel azért egy korrekciót kapnak a kollégák, hiszen a mi számításaink szerint kb. 2%-nyi eltérés van, tehát nincs még meg a 71,8% a jelenlegi diplomás átlagbéreknek a pedagógus fizetések átlaga. De hogy januártól ezt folytatni kell, és jön a következő jelentős béremelés, ezt csak remélni tudjuk. Ha nem, akkor azt hiszem ismét szintet lép majd a pedagógus tiltakozás. És ez nem probléma, hogy a túlidős pedagógusok jelentős száma, az visszautalva a kérdőjévre, tehát én miért várjak el egy 60 év fölötti pedagógustól digitális oktatási rendszer ismeretét, kezelését? Nem azt mondom, hogy nem alkalmasak rá, de egy 30 éves fiatal, vagy 30 év alatti fiatal, az sokkal egyszerűbb, hiszen ő már ebben szocializálódott, ebben nevelkedett, és a konzervatív fordulat kapcsán is nem merül fel ez problémaként? Hát ezt megkérdeztük mi is az MCC-től, hogy erre ezt hogy gondolják. Nem tudom, nyilván a digitális kultúra és az ehhez kapcsolódó dolgok, hát szükség lenne, mert ugye most a fiatalok, azok már ugye bőven az Y-generáció vége, sőt már igen, az Y-generáció az, amelyik már fiatalként a pályára jöhet. És nyilván egy ilyen baby boomer, meg egy X-generációs kollega a legjobb indulattal is teljesen más nyelven beszél, mint a már bőven alfa generáció, akik megérkeznek a köznevelés rendszerébe. Úgyhogy a visszajelzések alapján néha elég érdekes párbeszédek szoktak lezajlani, tehát mint a süketek párbeszéde, ugyanarról beszélnek, és mégsem ugyanarról beszélnek. Nyilván szükség volt rá, tehát ez nem gond, ezt mi is sokszor elmondtuk, hogy tulajdonképpen a visszafoglalkoztatott nyugdíjasok mentik meg egyelőre a köznevelési rendszert, mert ha ezt a közel ilyen 10 000 főt most így hirtelen kivonnánk a képletből, akkor nagyon-nagyon sok helyen alapellátási problémái lennének a köznevelési intézményeknek. De hát én is azt mondom, legkisebb gyermekem ugye 10,5 éves, és hát néha meglátszik, hogy melyik tantárgyat milyen korú pedagógus tartja, és tényleg a legjobb szándékkal sem feltétlenül tudja már annyira megfogni a gyerekeket, mint amennyire szükséges lenne. Nyilván az idősebb kollégák hozzá vannak szokva még ahhoz, hogy enyém a katedra, mondom, gyakorlatilag egy frontális munkával töltöm az óráim nagy részét, de hát ez az alfa generáció lehet erőltetni, hogy rosszabb vagy jobb, én azt mondom, hogy más, és nem csak én, egyébként Steger vagy Krisztián is ugye a generációkutató mondja ezt, hogy egyik generáció sem jobb vagy rosszabb, mindig más a dolog. És pont ezért, mert máshogy kéne hozzájuk szólni, másképp kéne megfogni már az anyagot, de mondjuk egy ilyen elavult 19. század, 20. század fordulójába visszatekintő alaptantervet elég nehéz modern eszközökkel tanítani. Végezetül kérdezem, készülnek valamire pedagógus napon? Készülünk leginkább végre egy sztrájk tárgyalásra. Mert hogy a múltkori az nem volt annak nevezhető, mert ugye meglepetésünkre, de örömünkre ott volt a Nemzeti Pedagógus Kar képviselője és az MZTS, tehát a Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének is a képviselője. Még egyszer nem zárkózzunk el ezekből a szakmai megbeszélésektől, csak ezt akkor nevezzük annak, ami a sztrájk tárgyalásban kizárólag a sztrájkbizottságot alkotó szakszervezetek és a kormány oldal vehet részt. Ezt valamilyen nehezen értették meg az államtitkárság dolgozói, úgyhogy most remélem, hogy itt a elkövetkezendő jövő héten, vagy az utáni héten lesz egy valódi sztrájk tárgyalás, ahol konkrétan a sztrájk követeléseinkkel fogunk tudni foglalkozni. És arra is kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a kutatásnak a vége. Mi is. Meg hogy hogyan is halad mindeközben, milyen információk jutnak el a szakszervezethez. Úgyhogy legközelebb is lesz, miről beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.